Ákos majd bepattant. De mi lenne, ha most mi szereznénk azt a mindent eldöntő gólt? Itt van! Itt van! Rudolf! 90. perc! Priskin passza után! Nem lehet mindig nekik szerencséjük a végén! Rudolf is megérdemli a gólt, és Priskin mekkora labdát adott neki! Hát minden kívánságom így teljesüljön! Káprázatos pillanatok a Puskás stadionban! 2 évvel ezelőtt Ibrahimovic hasáról bepattant. Most viszont egy gyönyörű akció után Priskin benéz, és Rudolf érkezik mintaszerűen. Tőle indul az akció. Priskin már várja. Hát ez parádés. És oda is rúgja. Rudolf pedig ballal be a kapuba. Zseniális gól. 2-1 Magyarország javára. Megérdemeljük. Egervári Sándor. Elek, mindent egy lapra feltéve támadnak a finnek, így most rohamozhatunk. Elek, 97-ben ilyenkor jött a dráma. Dzsudzsák, Dzsudzsák állítja le, Dzsudzsák! Gól! Vezet a magyar válogatott! Itt a dráma megint! Nagyon fognak minket utálni Finnországban! Dzsudzsák Balázs! Alig kapott labdát a második félidőben. Amit kapott, azt szinte mind magának kellett megszereznie, de gólt lő a ráadás utolsó percében. Átszakadt egy gátnál a San Marino elleni győzelemnél, azzal a bomba nagy jobblábas lövéssel, hát most elsült a balos is. Megkapja Dzsudzsák, nem a legjobb szög, innen nagyon erős, nagyon pontos lövés kell, megérkezett. Finnország, Magyarország, 1-2. Már a 82. perc, Tőzsér és Dzsudzsák a labda mögött. Dzsudzsák, gól, 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 82. perc, egyenlít a magyar válogatott, és nem érdemtelenül, mert jobban játszottunk a második félidőben. Dzsudzsák Balázs ballába, 1-1. Frencsics. Hetemáj mellett próbálja begyötörni, egyelőre nem megy. Most igen, jön a labda, Gera! Gól! Gól, gól, gól! Gera becsúszhatja! Hát ott van az az egy gól! Dárdai Pál megmondta, hogy csúnya lesz, de egy gól elég lehet. De kérdés, milyen hangulatban? 82. perc. Dzsudzsák. Ott nem volt a magyar játékos, Stieberle, gól! Gól! Most nem a 84. percben, mint Gera, hanem a 82-ben, Stieber jobbal! Már csak 3-an elől. Most már Lang nem megy föl, Kádár sem. Dzsudzsák, Böde csúsztat. Gól! Gól! Bekerült a labda a kapuba, ezt gólnak hívják! Nagy, szép összjáték, Nikolic a 16-oson belül, ott a megurított labda, és gól, gól, gól! Szalai! Megadta, jó van, nehogy már kitaláljon valamit, hogy valaki szélütést kapott, vagy uzatott. Egy-egy, megérdemeltük, megdolgoztunk érte. Ott van benne, egy-egy, ott van mindenki, Gulácsi az összes sereg, gyúró, fizioterapeuta, mindenki.